Köszöntöm Önöket a mai sajtótájékoztatón. Ugye hétfőn történt egy bejelentés. Bejelentettem, hogy 2026-ban várhatóan tavaszi országgyűlési választásokon itt ebben a választókerületben egyéni országgyűlési képviselőjelöltként fogok indulni. Azóta nagyon sok bátorítást kaptam. A hír egyébként az országos sajtót is bejárta. Találkoztam több helyi potentáttal, véleményformálóval, helyi pártoknak a vezetőivel, de ahogy ott is elmondtam hétfőn, számomra a legfontosabb az, hogy az emberekkel tudjak találkozni, ezért vagyok most itt a Gyöngyösi piacon péntek délelőtt, és az a mai sajtótájékoztatónak a forgatókönyve, és valószínűleg a következő sajtótájékoztatóknak is az lesz, hogy 5 dolgot fogok mondani. Az elmúlt években kicsit hozzám kötődött ez az 5-ös szám, hiszen elemzőként, vloggerként általában 5 pontban foglaltam össze bizonyos dolgokról a véleményemet, úgyhogy most én is itt is 5 dolgot szeretnék mondani, ami az előttünk álló, a kampány előttünk álló kérdéseivel kapcsolatos. Egyébként itt most a nagy melegre való tekintettel, ez még nem az 5 pont része, limonádét is osztunk, hiszen elképesztő hőhullám van Magyarországon. Ez nagyon sok problémát okoz nyilván az államigazgatásban, láthatjuk, hogy az egészségügyben, nagyon sok területen. Mi most ezzel a kicsivel tudunk hozzátenni ennek a problémának az enyítéséhez, hogy az erre járókat, ugye a pénteki piac az mindig nagyon forgalmas itt Gyöngyösön, megpróbáljuk egy hűs limonádéval megkínálni. Az első dolog, amit mondani szeretnék, azt már hétfőn is elmondtam, de itt én azt gondolom, hogy fontos még egyszer kihangsúlyozni, én szeretnék vitát. És azt gondolom, hogy nem csak én, hanem az itt élő emberek is szeretnének vitát, úgyhogy megismétlem a vita kihívást Horváth László a Fidesz országgyűlési képviselője irányába. Én arra kérem őt, hogy egy korrekt, kulturált, egymás véleményét és egymás programját tisztelő vitát tartsunk. Ez azt gondolom, hogy az egész térségnek fontos lehet, és bizonyos értelemben példát is tud mutatni más választókerületeknek, az ország más pontjainak is arról, hogy a politikai erők itt képesek erre a vitára. Úgyhogy én nyitott vagyok rá, továbbra is helyszín, időpont, moderátor tekintetében rábízom a döntést. A másik dolog, ami miatt itt vagyunk ma, ez egy 2RK-hoz kötődő országos projekt, hiszen szeptemberben indul az iskola újra, és az iskola kezdés mindig nagyon sok nehézséget okoz a szegényebb családok számára, különösen most, amikor Magyarország egy nagyon súlyos gazdasági válság kellős közepén van, meg egyre növekednek az árak, egyre nehezebb azt az életszínvonalat fenntartani még a középosztálybeli családoknak is, amit korábban elértek, pláne igaz ez a szegényebb rászoruló családokra. Mi azt tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon sok igény van, és az ország különféle pontjain zajlik a mi részünkről is a tanszergyűjtés, az írószergyűjtés. Kréta projektnek hívjuk, és itt is ezen a kis szórlapon most arról tájékoztatjuk az itt járókelő gyöngyösi vagy gyöngyös környéki embereket, hogyha bárki beszeretne kapcsolódni ebbe a gyűjtésbe, vagy van lehetőség adományozni, akkor azt meg tudja tenni, és mi el fogjuk jutatni a rászorulók számára. A héten, méghozzá hétfőn este, a sajtótájékoztató napján este összeült a kampánycsapatom, megtartottuk az első kampánycsapat gyűlést, és a harmadik pont ezzel kapcsolatos. Nagyon-nagyon sok probléma, nagyon sok tennivaló terv nyilván ott terítékre került, de a kisebb településekről érkezők egyhangú véleménye az volt, hogy a közbiztonsággal és különösen a designer drogok a herbál terjedésével kapcsolatban áldatlan állapotok vannak jó pár településen, úgyhogy az várható, hogy az ősszel ezzel kapcsolatban egy nagyobb fokozatba fogunk kapcsolni, és nagyon sok településre fogunk ellátogatni, és ezzel kapcsolatos ismeretterjesztő és a közösség számára információt biztosító fórumokat, szakmai fórumokat fogunk tartani ebben a problémában, vagy ezzel a problémával kapcsolatban. És én azt gondolom, hogy itt mindenképpen össze kell fogni nem csak pártoknak, hanem civil szervezeteknek, mert a herbál olyan pusztítást végez vidéken, különösen a vidéki Magyarországon és különösen a szegényebb régióiban, amivel úgy tűnik, hogy a jelenlegi kormányzat és Pintér Sándor nem hajlandó szembesülni, vagy nem akar szembesülni, pedig mi már tavaly is fölhívtuk a belügyminisztérium előtt a figyelmét arra, hogy ezzel valamit kezdeni kell, mert lényegében ez már egy olyan súlyos probléma, aminek a hatásai most is érezhetőek, később pedig valószínűleg egy robbanással fognak felérni. A negyedik dolog, amit mondani szeretnék, az inkább egy operatívabb téma. Mivel mondtam, hogy sokan jelezték a támogató szándékukat, a bátorításukat, én ennek nagyon örülök, de őket arra szeretném kérni, hogy a kézfogáson, a válveregetésen, az üzeneteken túl aktívabban is kapcsolódjanak be a kampányba, és ennek megvannak a fórumai, a lehetőségei. Létrehoztunk egy honlapot, a változásaszövetségért.hu oldalt,
nyilván ékezetek nélkül kell beírni. Ha valaki erre a honlapra fölmegy, tud jelentkezni aktivistának, kampánysegítőnek, hogy ez a változás ebben a választókerületben megtörténhessen, és nagyon jól tudjuk, ezt a hétfőn is elmondtam, ahhoz, hogy az országban legyen változás, ahhoz, hogy Orbán Viktor kormányát le tudjuk váltani, itt, vidéken, ezekben a választókerületekben, ebben a választókerületben is győznie kell az ellenzéknek, és én nyilván erre a feladatra vállalkoztam, és ehhez a feladathoz kérek segítséget az emberektől. A másik, ami még ide kapcsolódik, létrehoztunk egy Facebook profilt is a választókerület számára, ezt is majd nyilván reméljük, hogy minél többen bejelölik, hogy a kapcsolattartás és az információ áramlás az folyamatos lehessen. És végül az utolsó dolog, amit el szeretnék mondani, egy előadássorozatnak az indításába fogunk kezdeni szeptembertől. Az a terv, hogy minden hónapban legalább egy előadás legyen, és ne csak Gyöngyösön, hanem a választókerület más településein is. Az első előadás a szeptember 19-én itt Gyöngyösön kerül sorra, és Hodász András lesz a vendégem. Azt a provokatív címet adtuk neki, hogy papból influencer, gárdistából centrista, miért és hogyan változik az ember. Én azt gondolom, hogy ez egy érdekes téma, egy izgalmas téma. Mind a ketten mentünk át nagyon komoly változásokon, nem is olyan régen, és én azt gondolom, hogy az, amit mi átéltünk, megtapasztaltunk, és reményeink szerint ebből következtetésként levontunk, az mások számára is hasznos lehet. Úgyhogy szeptember 19-én, 18 órakor a helyszínt azért nem mondom, mert lehet, hogy reklámnak minősülne, vagy nem tudom, most ezzel kapcsolatban nem vagyok tisztában a szabályokkal. Szóval a helyszínt is megtalálják majd a Facebook oldalunkon, illetve az oldalainkon, de szeptember 19-én 18 órától itt Gyöngyösön Hodász András, Vona Gábor beszélgetésre várunk mindenkit. Ez volt az az öt téma, amit most mondani szerettem volna, és legközelebb augusztus 29-én fogunk tartani ilyen sajtótájékoztatót.